A film elejé felirat már megint át akar minket verni. Azt állítja, hogy a filmet a Börkic film melletti erdőben talált videófelvételek alapján készítették. De ez csak akkor igaz, ha azt az operatőr hagyta ott és a vágó talált rá. Ezután azt látjuk, hogy fiatalok egy csoportja a talált felvételeket nézegeti, amin észrevesznek egy arcot. Szerintük ez az első rész egyik főszereplője, vagyis Heather, aki nem mellesleg a videót nézegető srác nővére. A csapat eldönti, hogy megpróbálja megkeresni a felvételen látható házat, hát ha rátalálnak ott az eltűnt lányra. Ezután hosszú percekig egy bulit látunk, ami annyira unalmas, hogy annál még az intróm is jobb. Úgyhogy nézzük meg gyorsan. Let's roll! Mielőtt elindulnának a cserkészésre, hullajelöltjeink ellenőrzik a felszerelést. Többek között a drónt és a rádiókat is lecsekkolják. Rádióteszt? Ja, a seregben ilyeneket szoktak mondani. Vége? Ennyi, ez volt a vége. Ez volt a mi vége? Hát a mondat... Pillanat, akkor is mondjam, hogy vége, ha ez a mondat vége. Mi van a mondattal? Vége. Jó, megvan a zsinór. Megvan a zsinór, és vége. Ezt követően beugranak ahhoz a párhoz, akik a felvételeket találták. Azok szívesen megmutatják, hol bukkantak a kazikra, de cserébe ők is velük szeretnének tartani. Mikor megérkeznek az erdőbe, James kiosztja az önvédelmi lézerkardokat. Ezután elindulnak, méghozzá a sárga köves úton. Túrázás alatt megbeszélik, hogy a remetét, aki a boszorkány sugallatára párosával gyilkolta le a helybéli gyerekeket, Rustin párnak hívták. Arra is fény derül, hogy a banya kérésére az utolsó kölköt életben hagyta, ezért volt csak 7 áldozat. Ezt követően a brigád letáborozik, és meglehetősen kétértelmű mondatok hagyják el a szájukat. Vedd elő! Tedd a feneked alá! Ennek ellenére nem ők, hanem a poszméhek fognak szexelni. Nem sokára elérnek egy villámsújtott a fához, ahol Lénék a kazettákat találták. Hát az a fa igencsak meg lett villámcsapva. Yeah, villámcsapva. Ezután átkelnek egy folyón, ahol Ashleynek valami elvágja a talpát. A csapat jobbnak látja, ha letáboroznak és megsütik a lány lábújjait. Kajálás után Talia elmondja, hogy a boszorkány valódi neve... Ellie Edward. Edward, pedig megmertem volna esküdni, hogy Edward vámpír. A lány elmeséli, hogy a Blairi gyerekek megérdemelték a halált, mivel ők vádolták meg Edwardot boszorkánysággal. A szüleik ezért fogták őt, és meghalálozási célzattal egy fához kötözték. Lefekvés után persze jönnek a zajok, a lény nevű csóka meg eltűnik. Ketten a keresésére indulnak, és megtalálják. Hát ez egy remek mellékszál volt. Reggelre Évi vudu bábuk veszik körbe a tábort, de hamar kiderül, hogy azok a Talia és Lén készítették, ezért a többiek elzavarják őket a fenébe. Aztán mennek jobbra, mennek balra, majd visszaérnek a korábbi táborhelyükre, vagyis egész nap körbe-körbe bandukoltak. Ezt követően mindenki kedvenc jelenete, vagyis egy újabb sátrazás következik. Kiderül, hogy Esli lábán a sérülés önálló életre kelt, de a többieket ez annyira nem érdekli, hogy inkább a drónnal játszanak, amit rövid időn belül kinyír a szabadesés. Peter addig elmegy tűzifáért, majd gyűjtögetés közben rátión keresi a Predator. Hey James, te vagy az? Aztán élőben is ráköszön. Szevasz. Később pedig megtapasztalja, hogy milyen mókusnak lenni a karácsonyfán. Az este folyamán a két kitagadott társuk is felbukkan. Azok elmondják, hogy valami időhurokban vannak, mert számukra már több nap eltelt. Másnap reggel elmarad a nap felkelte, viszont fudubábuk és kőrakások azok vannak. Ashley ketté töri azt a babát, amint Talia haja van, és hát ő is derékba törődik. Ekkor jön valami erdei troll, de a kamera kapkodásától semmit sem látunk. Mindenki szaladozik össze-vissza, mint fing a gatyában, az esti lábában lakó parazita meg már akkora, hogy el is lehetne nevezni. Mondjuk Zitának. Para-Zitának. A lány ezután megtalálja a drónt egy fa tetején, ezért felmászik érte. Mi meg azon gondolkozunk, hogy vajon melyik ágra fog felnyársalódni. Hát egyikre sem. Liza és James addig megtalálják a házat, ahol Heather eltűnt. A srác be is megy, és szerintem ezt már nyugodtan hívhatjuk boss fightnak.
Nyugodt boss fight. Odabent James a nővére jaj veszékelését hallja, ezért felszalad az emeletre. Lát is egy alakot, így még feljebb megy, de ott rázáródik az ajtó. Liza addig nagyokat óbégat, majd megkörnyékezi a Slenderman. Emiatt ő is a házban keres menedéket, ahol Lane jön vele szembe. Az leüti a lányt és egy föld alatti járatba tuszkolja. Liza végigmászik az alagúton, és a végén újra a srácba botlik. De harmadjára már nem fog, mert kinyírja egy etvásszal. Ezután ő is szalad egy kört a házban, de a Slenderman már idebent van. Ekkor összetalálkozik James-el, aki kitalálja, hogy a sarokba kell állni, és nem szabad ránézni a banyára, akkor túlélhetik a dolgot. A fickó ezután egyből megfordul, és meghal. Majd Liza is. Hát de most mondták el, hogy nem szabad megfordulni. Hát egy dolguk lett volna. Hát szerintem itt én érdemeltem ki egy túlélő díjat, hogy végignéztem a filmet. Az igen.